Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Ez itt a Doperatív, benne a törzsfeje Laci király. Stúdió munkákat szakítottam félbe. Erre a hatalmas híre. Mosó Masa mosodája után újra aktivizálta magát Dúró Dóra darálója. Eredetileg úgy terveztem, hogy csinálok egy videót a Boldogkői professzor úr nekem címzett videójával kapcsolatban, de aztán elkövettem azt a hibát, mármint a téma kidolgozásával kapcsolatban, hogy kinyitottam a Facebookomat, és egész egyszerűen más se látok a hírfolyamomban, mint Dúró Dórát, aki egy újabb mesekönyvvel áll, ami azt hiszem azóta az áldozatává vált. Nagyon vicces egyébként. Szerencsére látom, hogy vannak sokan, akik ezt humorosan fogják föl. Hát gondoltam, azonnal rárepülök a témára, mint dökkesejű a bomló szervezetre, vagy légy a szarra természetesen. De először is el szeretném mondani, hogy ez itt az igazi Dopman TV élőadása, ami a felvétel után fölkerül az igazi Dopman TV YouTube csatornájára, amire ezúton kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel, lájkolja, diszlájkolja, illetve kommentelje annak a tartalmait, ízlése vagy ízléstelensége szerint. Aki a Facebookon követ, az nyomja rá a subscribe gombra, mert ha rányom, akkor egyből látja, hogyha itt élőben makogok a Facebookon. Fönn vagyok a Twitteren, a TikTokon, a Redditen, és az Instagramom az nagyon fontos, mert ott szét vagyok filterezve, és legalább 10 évvel fiatalabbnak nézek ki, mint itt most ezen a felvételen, úgyhogy kövessetek be az Instagramon, és szoktam kaját is fotózni. Úgyhogy azt nagyon szeretem, hogyha ott velem vagytok. Van egy külön bejáratú Viber mafiám, Dop Viber mafia, már többen vagyunk, mint 230-an, oda is lehet csatlakozni. És végül, de elsősorban, ami a legfontosabb, adományt is gyűjtök, bár nem a nagy sikere, mint a Klub Rádió, nekem eddig jött, azt hiszem, összesen valami 132 euró, de a patreon.com/ az igazi Dopman TV oldalon lehet támogatni a tartalomgyártó tevékenységemet, tudom, kuncsorgás, koldulás, de a Buddha is mondta, amit felajánlanak, azt el kell fogadni, tehát lehet támogatni a www.patreon.com-on az igazi Dopman TV-t, és a bejövő összegek felét jótékony célra fordítom. Ezen összegekből támogatom a gyermekétkeztetési alapítványt és a gondoskodás gyermekeinkért alapítványt, amit egy halmozottan, súlyosan fogyatékos gyerekeket gondozó és nevelő szülők alapítottak, és ami nem egy gazdag alapítvány, utánuk lehet nézni a interneten, és közvetlenül is lehet őket támogatni, de hogyha szeretnétek, hogy az összeg egy részét elmulassam, elutazzam és elszórakozzam, akkor természetesen jöhet a patreon.com/ az igazi Dopman TV-n keresztül is a felajánlás. Közben itt mögöttem folyamatosan változik az univerzum, próbálok a képpel valamit csinálni azért, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek a fém viszonyok, és számotokra élvezhetőbb legyen az, amit itt most csinálni fog. Háttérben a Dopi Maci, és itt van velem a mester is, a szürke árnyalataiban játszik, és nem véletlenül vettem elő a főnököt. Szevasz főnök, köszönöm, hogy tanítasz. Te vagy a király. Szóval nem véletlenül vettem elő pont a Dúró Dóra kapcsán a főnököt, mert most szeretnék mindenkit felkérni, akit Dúró Dóra legújabb
könyv elleni támadása fölháborít, idegborzol, és kikerget a világból, hogy bocsásson meg Dúró Dórának, mert Dúró Dóra is egy szenvedő lény, és ezt egyre inkább mutatja és manifestálja azokkal a tettekkel, amit itt az elmúlt időkben végrehajt és folytat. Na most elmondom azt is majd, hogy ezt mire alapozom, de tényleg bocsássatok meg neki. Bármit is csináljon a Dúró Dóra az elkövetkező fél évben, ezt nézzétek el neki, mert szenvedése okán csinálja. Tehát ami a lényeg, hogy rákapott az ízére, és várhatólag egyre több könyv fog majd áldozatul esni az álmok futásának, úgyhogy lassan majd a mesekönyvek után jönnek más dolgok is, de ez sajnos benne van, tehát a sorozatgyilkosok is így csinálják. Az elsőt elintézed, utána már a következő könnyebb lesz. Tehát az első könyvet ledarálod, utána már úgy jönnek, mennek a könyvek, égeted őket, szögeled, keresztre feszíted, összevágod. Tehát aki egy könyvet megölt, az bármennyi könyvet megöl. Na mielőtt most félreértenétek, nyilván van humor jellege is a mondani valomnak, tehát azt is érdemes észrevenni azt a vetületét. Egyáltalán nem szeretnék kiállni az LMBTQ mesekönyv mellett különben. Nyilvánvalóan tudjátok az álláspontomat ezzel kapcsolatban, és nem szeretnék kiállni amellett sem, hogy erre a kicsikorú gyerekeknek szükségük van, vagy ilyenfajta mesekönyvekre egyáltalán szükségük van. Tehát ezt a témakört, vagy tárgykört szerintem nem mesekönyvön keresztül kell bemutatni a felnövekvő generációknak, és hát látjuk is ennek a liberálisnak nevezett vonalnak, aminek egyébként semmi köze a szabadsághoz, az elhatalmasodását, és azt is, hogy ez hova vezet, de. Tehát amiről itt szó van. A Dúró Dóra akármennyire is fájdalmasan sokak számára, meg nyilván összekötjük egy csomó múltbeli tapasztalással, tehát itt most már mindenki felhozza a náci könyvégetéseket, meg ezeket a dolgokat, de végülis egy létező, tulajdonképpen kérdőjeles, megtárgyalni valóra hívta föl az emberek figyelmét a lehető legrosszabb módszerrel. Tehát, hogyha az lett volna a cél, hogy erről érdemes lenne nyitni egy párbeszédet, ütköztetni álláspontokat, beszélgetéseket folytatni, akkor ő ezt egyáltalán nem jól csinálta. Tehát az, hogy ledarálta a könyvet, teremtett egy háborús helyzetet, ami az ő rajongó táborának tetszik, az ellenkező táborban ugyanúgy fölkorbácsolja az érzelmeket, a könyvnek hatalmas reklámot csapott, de ezt nem csak én vettem észre, hanem előttem már sokan mások is, tehát igazából a könyvkiadó ebből jól is járt. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen helyén való egyébként, hogy az ilyen mesekönyvekkel kapcsolatban legyen egy létező beszélgetés. Tehát legyen egy olyan fajta tárgyalás, ami érvelések mentén valamilyen módon kiukad a lényegre, hogy van-e szükség ilyen mesekönyvekre, vagy nincsen. Szerintem nincs, én továbbra is ezt mondom. Bár mondok LMBTQ meséket, tehát a YouTube csatornámon meg lehet találni az ilyen jellegű mesét, már megcsináltam a Hamupopóka, azt hiszem. És majd nem sokára jön egy másik is, hogyha akarjátok, én mondok nektek ilyen meséket, elég szórakoztatóan csinálom állítólag, tehát, de én azt gondolom, hogy ez nem a gyerekek számára fontos mese. Tehát ez szexus. Szexus. És amikor ezt a dolgot tolják, mondom még egyszer, az a bajom, hogy itt alapvetően egy ilyen szexuális kérdésről van szó, tehát olyan emberekkel kell itt zöldágra vergődni, és most már igaz ez különben a Dúró Dóráik vonalára is, csak ők egy másik irányból jönnek. Tehát az van, hogy van egyfajta brigád, aki szeret valamit, és azt szeretné, hogy ez azoknak, akik nem szeretik, amit őt szeretnek, azoknak is tetszen. Tehát erről akarnak egy visszaigazolást, ezt tolják az egyik oda, a másik oda megjönnek ugye megint ezek az erőszakos dolgok. Na most, amit a Dúró Dóra csinál, mondom, tehát ez mindenféleképp a szenvedés jele. Hát mondjuk azt, hogy
feltételezzük, hogy őszinte lelkesedés hajtja. Azt gondolom egyébként, én magam, én nem látok a fejükbe, de azt hiszem, hogy a fölháborodásuk, meg ez a bevadulás, meg lelkesedés, ez nyilván hátulról meg volt tolva, meg vannak ennek PR marketinges szempontja is, de most már túl vagyunk ezen, tehát az az igazság, hogy itt most már elszabadult a ló, és most már beindult a daráló. Tehát Dúró Dóra darálója most már beindult, itt teljes gőzre váltott, és ugye ráérzett ennek az egésznek az ízére, jön a népszerűség, nyilván a saját csatornáin elég sok pozitív visszajelzést kap, ugye ami ellenkező megnyilvánulást kap, az növeli a dühének a tüzét, tehát még nagyobb aktivitást gerjesz ki, és vált ki belőle, tehát hogy nyilvánvalóan ugye van ebbe egy ilyen őszinte öröngés is, meg van benne üzleti, politikai és minden másfajta szempont is. De hogy valóban őszinte ez a dolog, vagy valóban értelmes ez a dolog, vagy értelmezhető ez a dolog. Tehát, hogy összeraktam ilyen konteókat is különben, hogy az is lehet, mert ugye sokan arra gyanakodnak, hogy a Fidesz tolja Dúró Dórának ezt a fajta törekvését, hogy új ellenséget kreál. De én azon gondolkoztam, hogy az is lehet, hogy a nemzetközi LMBTQ lobby fizeti a Dúró Dórát, és elmondom miért. Tehát ennek több szempontja is van. Tehát az a lényege, hogy ugye minél több könyvet ledarál, meg eléget, meg támad, tehát minél több könyvet inzultál, molesztál, annál nagyobb reklámot kapnak ezek a könyvek, tehát hogyha valamiből sikert akarsz kovácsolni, akkor azt le kell daráltatni, vagy föl kell gyújtatni a Dúró Dórával. Ezt akkor fogjuk meglátni ennek az üzleti vetületét, hogyha már nem csak ilyen jellegű mesekönyveket éget el, vagy darál le, hanem hogyha mit tudom, megjelenik a Szabó Péternek a legújabb könyve, vagy a Csernus Dokié, vagy a Müller Péter, és akkor látod, hogy már így állnak sorban nála, és odaadják neki a könyvüket, és akkor az Instagramon fényképezi magát, hogy most mit fogok újabban ledarálni. Tehát már sorban fognak állni a Dúró Dóránál. Tehát lehet, hogy ilyen reklámbevételekre tör, az is lehet, hogy ő egy ilyen külön reklám platformot akar csinálni, hogy a daráló. Tehát ugye van az ATV-n az Ékszer TV, van a TV2-n, RTL-en, ezek a nagyon drága fizetett reklámok, Facebook hirdetés, YouTube hirdetés, de hogyha a Dúró Dóra darálójába belerakod a könyvedet, vagy bármit, lemezt, ruhát, bármit le fog darálni egy idő után, tehát hogyha ezeket ledarálja, akkor biztos, hogy a terméked nem úgy címlapra kerül, hanem az első körben marha nagy példányszámban el is fogy. És megveszik azok is, akik nem akarják, hogy kaphass, és azok is ezerrel megveszik, akik akarják, hogy kaphass. De mondom, az is lehet, hogy az egészet a nemzetközi LMBTQ lobby tolja, és azért, mert véglegesen ki akarják ásni az árkokat, tehát most már ideje, hogy kirobbanjon ez a hetero LMBTQ háború, amit most már döntsük el, hogy merre megyünk, tehát tényleg jön ez a dekadens, a romlottságba, a vágyakba fulladó világ, és valószínűleg azért tolják hátulról a Dórának a darálását, mert tudják, hogy már többségben vannak. Tehát a Karácsony Gergely is azért játszik ezeknek a bicikliseknek, meg ilyen LMBTQ-soknak, meg azért leng a szivárvány zászló, mert igazából a mi hazánk, meg az Orbán Viktor miniszterelnök úr is egy reménytelen harcot folytatnak a más gondolkodásra szemben, mert ezek titkon már többen vannak, csak még nincs alattuk olyan erő, olyan elán, nincs bennük olyan önbizalom, nincs olyan kraft, olyan izomerő, háborús készség, ami által nekiugranak annak a rétegnek, aki magát többségi társadalomnak hiszi, és éppen ezért lefizették a Dúró Dórát, hogy darálja meg égesse a könyveiket, és minél több könyvet ledarál meg éget, a forrő bennük is a düh. És akkor nem sokára
ez a dű, meg minden, ez átszakítja az inger küszöböt, és neki rontanak az eddig többségének hitt társadalomnak, és utána jön a meleg diktatúra. Tehát ott pedig már kötelezni fognak mindenkit, hogy mi legyen. Tehát lehet az is, hogy a Duro Dora egy beépített ügynöke ezeknek a liberál fasisztáknak. Nem lehet ezt tudni, értitek? A mai világban minden vetületét meg kell nézni a dolgoknak, mert ahány felől nézed, úgy bomlik ki az igazság. Tehát tudjuk azt, hogy a mi univerzumunkban is mindenek minimum három vetülete van, tehát ugye a magassága, a hossza és a vastagsága. Tehát ezek három oldala van minden éremnek, nem kettő. Meg kell nézni, hogy a Duro Dora mit csinál. És egyébként, ha meg őszintén csinálja, hát ott akkor, szóval az az igazság, hogy van baj, de tudjátok mi a kemény? És amit, és ezért mondom, hogy bocsássatok meg a Duro Dorának, mert szenvedő lény. Tehát egyébként a Duro Dora, amit most csinál, az pont annak a világnak, amit az LMBTQ fémjelez különben, tehát ez a fajta ilyen idézőjelben vett evolúciós folyamatnak, ő egy mellékterméke. És nem oly módon mellékterméke, ahogy most gondoljátok, hogy ilyen salakanyag, vagy amit így mellé dobtak. Tehát nem az a lényeg, hanem az van, hogy amit ő csinál most, ha megnézitek a kiállása, a feladatvállalása, a harcossága, az agresszió, ami az akciójában van, mert ez egy agresszió, tehát ez egy agresszió. Találok egy papírhalmazt, és agressziót gyakorlok. Tehát tulajdonképpen az írót, aki írta azokat a elcseszett LMBTQ meséket, azokat az darálja le, az írót, az gyújtja föl a másik mesekönyvnél, értitek? Tehát ez az agresszió, amit gyakorol, ez egy kifejezetten férfias energia. Tehát a Duro Dora különben abszolút úgy viselkedik, mint ennek az LMBTQ és liberalizmusra idézőjelben fémjezett korszaknak ezek az entitásválságos női, tudom, hogy családanya, meg van három gyereke, de akkor is magán hordoz egy jelzőt, amit nem tudok másképp mondani, ahogy konokarccal készül fölgyújtani egy könyvet, elmondom ezt, hogy hívják, Manus Gágyi. Tehát sajnos rettentő férfiasan viselkedik. És ez az ő álláspontjából, tehát az ő vele fémjelzett platformról, ez nem jó. Mert neki nőiesen kéne viselkedni, finoman, mint egy hölgy. Az eredeti női értékeket képviselve. Nem gyújtogatni, darálni, hanem mint egy hölgy. Érvekkel, szépen, nem konok gyilkos arckifejezéssel nézni. Hát azért valljuk be, tulajdonképpen nem sokat változtunk a boszorkány égetések óta. Azt fogadjuk el. Tehát, hogy egy ilyen könyvet se tudunk humorral kezelni és kinevetni, ez borzalmas. Tehát mindkét oldalon, az egyik oldalon háborúzunk ellene, ledaráljuk, csúcsra járatunk minden energiát, a másikon fölgeneráljuk a másik energiát, a másikod az meg harcol érte. És akkor vannak ilyen emberek, például, hogy akik ilyen politikusok vagy politikában mozgó emberek, mindenki kiválasztja, hogy mit akar. És akkor ráül arra a szörfre. És akkor mondja, hogy hát én, Horn Gábor, kicsit már rekettes hangja mondja, szörnyű, hogy nem lehet bevezetni ezt a könyvet, meg minden. Tehát az meg a másik véglet. Holott, és tényleg ezt mondom, egy diskurzusnak ezt illetően helye van. Mert egyébként ezzel a könyvvel szemben lehet érvelni. És tök reálisan, biztos talpazaton lehet egy ilyen mesekönyvvel szemben érvelni, és ez levezethető, hogy ez miért nem helyes,
vagy nem annyira a gyerekeknek van, vagy nincs erre szükség az adott korban. Tehát ezeket tök jól le lehet vezetni. Ezzel nem kell háborúzni, ezt nem kell ledarálni, hanem tulajdonképpen az érvek rendszerével ezt a könyvet tulajdonképpen okafogyottá lehet tenni. De nem okafogyottá teszik, hanem ledarál egyet, ami még performance, meg oké. Okay. De most fölgyújt egy másikat. És akkor most végigmegyünk az összes könyvön, és mindent fölgyújtunk, meg elégetünk. És én azt sem mondom, hogy nem lehet egy könyvet tönkretenni. Mindenki azt csinál magát a megvett könyvvel, amit akar. Tehát ez nem az, amikor a nácik fölgyújtották a könyveket. Az úgy néznek ki, hozzáteszem, hogy azt mondja az Orbán, hogy az összes meseország mindenkiét, azt fogják magukat, és fölgyújtják. És akkor államilag fölgyújtják. Tehát az, hogy a Dúró Dóra vesz egy könyvet, és saját magának fölgyújtja, az a szíve joga, ha gyújtja, akarja, de ettől függetlenül rengeteg olyan energiát tartalmaz magában, ami egyrészt mondom, az általa képviselt, idézőjelben képviselt természetesen, világképpen is ellentétes, mert nem nőies. Tehát egy igazi nő, az nem áll neki könyveket gyújtogatni, meg sőt, az megnyilvánul intellektuálisan, vagy megfelelő intelligenciával egy kérdés, és alátámasztja az álláspontját. Tehát ez egy vita. De egy gegnek jó volt, csak most rákapott. Na meg még valamit mondok, és ugye most akkor jön a korrupció is, mert az is volt ma téma, az Orbán riportjában a korrupció. Tehát gyerekek, ha ez meg komolyan veszi ez a nő, és ilyen politikusok is vannak, ezt komolyan mondom, hogy aki ilyen módon képes ilyen elvi kérdésekbe a végletekig menni, nagyon kell vigyázni az elvi alapú politikusokkal, ezt most mondom nektek, már másik videóban is mondtam, de nagyon kell vigyázni az elvei politikusok, akik valamilyen eszme nevébe harcolnak, meg küldetéstudatuk van, mindegy, miről vakolnak, hogy demokrácia, vagy ez legyen, vagy az legyen. Mindegyik diktátor a demokráciával kezdte. Nagyon meg akarták teremteni a demokráciát. Annyira megteremtették, hogy a végén azt el is pusztították. Tehát az ilyen eszme megszállottakkal nagyon kell vigyázni. Tehát én elmondom nektek, hogy itt nagyon harcolnak az emberek a korrupcióval szembe, de igazából a korrupt a jó. Tehát ebben a társadalomban, amiben mi élünk, higgyétek el, a korruptak a legjobbak. Abban nem lehet baj a korrupcióban, abban a nagy baj nem lesz egy korrupt vezetőből. Elmondom miért. Mert a korrupt vezetőnek, aki az anyagi javakat hajszolja, meg ugye szeretné, hogy működőképes legyen alatta a világ, az életbe hagy téged. És miután legyőzte az ellenfeleit egy háborús konfliktusba, utána már elkezdi használni az embereket, tehát életbe hagyja, hogy a korrupciójának legyen meleg ágya. Ez nagyon fontos, bocsánat a meleg szóért, tehát a korrupciónak legyen meleg ágya, mert ahol működik a világ, ott lehet korrumpálódni. Tehát egy ilyen eszmetudatos, egy ilyen megváltó, az jön egy fáklyával a kezébe, és olyan talágyújt a világnak mágia formájába, értitek, hogy mindent föléget, mindent fölperzsel, akár saját magát is. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni a küldetés tudatos politikusokkal, de van olyan szerencsétek, nektek magyar embereknek, hogy ilyen politikusokkal ti nem nagyon fogtok találkozni. És azért nem, mert ami miatt így háborgunk, hogy fú, de korrupt ez a mostani rendszer, meg minden, tehát ez a rendszer azért ilyen korrupt, meg tehát ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, tehát mi magunk, az emberek vagyunk korruptak, és úgy szocializálódnak a itt fölnevelkedett gyerekek, hogy bennük van ez a törekvés. Tehát alapvetően nem tudsz becsületes politikus mutatni,
meg olyan becsületes vezetőt, amilyen az ideális világotokban van. Nem lesz, egyébként sehol nincs. Sehol nincs. Tehát az, hogy azt mondják, hogy Németországban kisebb a korrupció, meg Ausztriában kisebb a korrupció, hát egyrészt lennének kétségeim, elmondom. Tehát a világ legrégebbi demokráciáinak egyikében, Amerikában is, mármint modernkori demokráciák, hatalmas korrupció volt mindig is, és még van is, és még rengeteg diktatórikus megnyilvános. De az a lényeg, hogy egyébként, ha olyan, a német, ti tényleg úgy akartok élni, mint a németek, meg az osztrákok? Olyan csajokat akartok, mint ami ott van? Olyan halvérű életet magatoknak, mint ezek a dánok, meg ezek, akik már tényleg az unalmukba csinálják? Tehát ezek, ezt sokan nem tudják a maiak közül, ezek a németek, ezek úgy éltek ez az elkényelmesedésben, akkor volt az ÖKM magazin. Hát akkor is a legbetegebb ilyen szexuális filmek, meg fantáziák mindig a németekről, meg az északi országokból jöttek. Tehát ezek annyi, ez a jólét, amiben vannak, ez unalmukban nem tudnak mit csinálni. Tehát ilyenek akartok lenni. Hát pedig a magyar ember, a magyar formájával, a magyar nő, a magyar kinézetével az ilyen lesz. Tehát úgy rakódunk össze, hogy ez van. És ebből kiutat csak a megvilágosodás vezethetne, de erre meg nem akartok rálépni erre az útra, mert akkor ha meg akarsz szabadulni, és ez Osótól hallottam, nagyon nagy okossága. Ha meg akarsz világosodni, tesó, akkor a rossz dolgok mellett a jókat is ki kell dobni, mert párba állnak. Tehát, ha meg a Tao Te Ching-et nézem, a taoizmust, megírják, sokkal jobban jártok egy korrupt uralkodóval. Százszor jobb, mint az ilyen küldetéstudatosak. De szerintem a Duró Dóra se küldetéstudatos, csak bevadult. Bevadult a nő, és most megy. De hallom, hogy most már valami Lázár Ervint is akarnak betiltani. Tehát én a betiltást sose kamázom. Például én nagyon nem értek egyet az LMBTQ mesekönyvvel, kifejezetten ellenzem, hogy gyerekek közelébe vigyek, és abból olvasgassanak neki a Józsikáról, aki rózsaszín ruhában nővé akarja operáltatni magát. Ellenzem, de be soha nem tiltatnám. És az egy megint más kérdés, hogy a közoktatásba vagy a képzésbe beengedem-e. De be semmit nem tiltatok. Mindenről lehessen beszélgetni. Csak az a baj a beszélgetése, és ez a Duró Dórának is az akciója, meg a másik oldalon is a feltoluló örjöngés, elveszi a lehetőséget a beszédtől. Tehát itt már beszédnek helye nincs, mert itt már háború van. Itt az LMBTQ-s háborúzik a izégyűlölővel, aki egyébként szintén Manus Gágyiként viselkedik. Tehát férfi asszony, ő darál, ő verekszik, majd oda is megy, bum, bam! Adjad már, mi ez, nők ezek, férfiak, mi történt a világgal? Mi történt a világgal? De mondom, szerintem ez is korruptak, ezek mind, csak bevadult. Bevadult, és most már viszi a vére. Ő most már darál. Nagyon cinkes. Tehát én senkit be nem tiltanék. Semmiért. Tessék, üljünk le, ha olyan magabiztos vagy az érvelésedben, lehet róla beszélgetni. Az LMBTQ mesekönyvekről meg kibaszott jó csekket adnak a gyerekek, mert a gyerekek 90%-ának ez nem fog tetszeni. Alapjáraton viszonyognak az ilyenfajta sztoriktól a gyerekek. Anélkül, hogy egy szót mondaná róla, mert az alapvető kódolás többségnél máshogy van. Ha csak nem, igaza van a lobbinak, ami lehet, hogy pénzeli a Dórának a darálását, és már nem így van, mert az evolúció miatt titkon kialakult az a többség, és most rárontanak a másikra, és majd ők nyomják el azokat. Tehát itt mindig mindenki valakit el akar nyomni, és senki nem tud a picsán ülni, magával foglalkozni. Mindig mindenki mindent százal bele akar nyomni a másik arcába. A mesekönyvet nyomják, ezek most ezerre, ez megdarálja. Az esküszöm különben nagyon-nagyon nagyon piti a színvonal, ugye azt azért úgy vágjuk, és aki nagyon beleéli magát, az ez piti, de még egyszer mondom, bocsánat ezekért a
címkéző szavakért, az alap az, hogy mindenkinek, aki benne van ebbe, meg kell bocsátani, vagy nem is megbocsátani, együttérzést kell gyakorolni, mert iszonyú szenvedésekkel élnek az emberek, és mondom, sajnos az a baj, a korrupció meg ott van mindannyiunkban, mert az mi magunk korrumpálható lények vagyunk, tehát minket már korrumpálnak, a saját elképzeléseink által vagyunk korrumpálva. És a reményeink meg a vágyaink korrumpálnak minket. Tehát ugye megszületünk egy tiszta minőségként, és aztán elkezdünk egyre faszabbul viselkedni, mert vágyaink vannak, alkotunk elképzelést a világról, aminek az egész világnak meg kell felelni, és utána magunkat, ezt a tiszta minőséget olyanba formáljuk, hogy ezt a képet rá tudjuk erőltetni magunk körül mindenre, és csak csodálkozunk, hogy szenvedünk. És ezt minden oldal, minden szereplője érzi és éli most. Én erre akarok rávilágítani. Na mindegy, jön az új dalom, aminek az a címe, hogy Szivárványvilág, és elsőre azt hinné mindenki, hogy csak az LMBTQ brigádnak szól, ezeknek a ilyen véleménydiktátoroknak, de nem! Ez a dúródóráiknak is szól. Hogy értse meg mindenki, hogy ami az univerzumban jelen van, annak van miértje, oka. És ezeket kell fölfogni, és ennek a mentén kell tárgyalni egymással. Tehát nem kell minden háborút megvívni, sőt, az igazán nagy harcos az a lehető legritkábban bocsátkozik háborúba, meg csatába. Viszont azt a háborút, meg azt a csatát, azt megvívja úgy, ahogy kell. Tehát innen, és a másik kontraproduktív lesz. Tehát addig fogja darálni a könyvet, mert már azt fogják, mert ez hülye. Mi megőrült most, még könyvekre vadászik, bazeg, azt majd kitépi a gyerekek kezéből énekfüzetet, ledarálja meg. Tehát pont ezt mondom, az asszonynak nem a politikában van a helye, hogy könyv, menjen haza, feleség, nevelje szépen a gyerekeket, fölösleges. Tehát, hogyha megnézitek, ezek a nők, akik ilyen nagyon nagy elánnal harcolnak, mindkét oldalon egyébként, az összes ilyen politikus nő, meg ezek a nagy ilyen harcos nők, bal jobb oldalra, ez mind Manus Gágyi. Egytől egyik, az férfi asszonyok. Se közük nincs a nőhöz. De nőket ez nem érdekli, nő ez nem ezzel foglalkozik. Nő azzal foglalkozik, szép legyen magának, a világnak, tetszen a férfiaknak, egybetartja a tűzhelyet a házban, a család rajta múlik, szeresse a gyerekeit, szeresse az épp az aktuális partnerét, férjét, vásároljon, nézze a divatos cikkeket, utazást szervezzen. Ez a nőknek oda nem ad. Tehát ez az igazság. Teljesen férfi attribútumokat látunk mindkét oldaltól a nőktől. Tehát ez ilyen vikingeknél volt ilyen. Ne vegyétek túl komolyan a táncot, mert ez csak tánc. Tánc. És ti azt hiszitek, hogy élet-halál harc. Na jó van. Sziasztok! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!